Ichni, san, shi, go! És mehet a VAD támogatásával. Műsorunkat támogatta Alsó-Ausztria Idegenforgalmi Hivatala. Ússzuk meg éből utazásainkat, a menetrend támogatója az IRIX, 30 éve a napégés ellen természetesen. A nyár kellős közepén vagyunk, az iskolákban nyári szünet van. Ez az évnek az az időszaka, amikor talán a legtöbbet tud együtt lenni a család. Ha épp nem veszünk ki szabadságot, akkor egyébként leginkább a hétvégenként. No és ilyenkor jön jól egy olyan úti cél, ami közel van, megfizethető, ugyanakkor, ahol rengeteg izgalmas programmal, szép, sőt sokszor lélegzet elállítóan szép látnivalókkal, isteni vacsorákkal, és persze sok-sok szeretettel várnak bennünket. Ma egy ilyen helyre viszem Önöket. Üdvözlöm Önöket, a menetrend adását látják. Itt a nyár, és ilyenkor sokan hajlamosak arra, hogy nagyban gondolkozzanak. Azt képzelik, hogy mindenképpen repülőre kell ülni, és el kell menni a tengerhez. Pedig hát miért kéne? Egyszerűen csak át lehet ugrani ide a szomszédba, a sógorokhoz is. A mai adás témája Ausztria, egy kicsit másképp, de ígérem, hogy nem lesz szó síelésről, hát persze, hogy nem, és Bócsátról sem. Ezzel szemben Alsó-Ausztria tartomány néhány féltve őrzött titkát fogom megmutatni Önöknek. Tartsanak velem! Kezdjük rögtön egy barokk csodával, egy gyönyörű egyházi épülettel. Mai utazásunk első állomása ez a gyönyörű, eredeti barokk pompájában ragyogó apátság lesz itt Herzogenburgban, ami két év múlva fogja ünnepelni a 900. születésnapját. Jöjjenek velem, nézzünk együtt körül az épületben. Az épület valami egészen szuper állapotban van, nekem úgy tűnik, hogy itt komoly felújítási munkálatok folyhattak. Valóban a felújítás immáron 10 éve folyik, és a 900. születésnapunkra fog elkészülni. Az apátságot ugyanis lassan 900 éve alapították. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy 2012-ben a nagy évfordulón az épület eredeti pompájában fog ragyogni. Természetesen 9 évszázaddal ezelőtt nem barokk stílusban építkeztek. A csodás barokk külső a mintegy 300 évvel ezelőtti átépítésnek köszönhető. Minden renoválva van ebben az épületben. Itt vagyunk ebben a teremben, ahol gyönyörű festmények és freskók találhatók. Ezt a helységet mire használják? Ezt a termet eredetileg vendégfogadásra használták, ma koncerteket és vacsorákat adnak itt. De ahogy hallod, nagyon halkan kell beszélnem. Szóval nem olyan könnyű ezt a termet használni. Most a kápolnában vagyunk, ahol az apátság papi közössége imádkozik naponta háromszor, reggel 6:30-kor, délben és este 6 órakor. Elég szigorú rend van, amit mindannyiunknak be kell tartani. Ez a szoba egy öltözőre emlékeztet engem. Mert az is egy öltöző. Van itt egy pár régi ruha. Hány évesek ezek? Ez, amit Szent István napján szoktunk használni, majdnem 300 éves, de az ünnepi misét celebráló pap még mindig magára ölti december 26-án. December for the festival mass on this day.
A színeknek a liturgiában fontos jelentősége van egyébként. A vöröset a katolikus egyházban mártírok ünnepein veszik fel. A könyvtár bár 80 ezer kötetével igen figyelemre méltó méretű, az atya elmondása szerint mégsem túl különleges, ugyanis nem találhatók itt igazi könyvritkaságok. Az apátsághoz természetesen egy monumentális templom is tartozik, ahol láthatunk, sőt, ha jókor vagyunk itt, akkor hallhatunk is egy igazi különlegességet. This is a fantastic, beautiful organ. Ez egy igazán fantasztikus, nagyon szép orgona és nagyon nagy, ritkán látni ilyet. In Baroque times, this organ was the biggest in Austria. Akkoriban ez volt a legnagyobb orgona Ausztriában, még Bécsben sem volt párja. Ma is nagyon büszkék vagyunk rá, hiszen nagyon értékes, és ma is nagyon sokan jönnek el, hogy meghallgassák. A templom építését egyébként már a barokk kor vége felé fejezték be, így mire elkészült, már egy kicsit ódivatúnak számított. Azonban mégsem alakították át. Milyen jó, hogy manapság nem akarunk mindent megszállottan átépíteni, vagy legalábbis nem úgy, hogy a régi esztétikai értékeket semmibe vesszük. Gondolják csak el, ha mi is úgy gondolkoznánk ma, mint a barokk mesterei akkoriban, akkor Herzogenburg ma egész biztos, hogy teljesen máshogy néz neki. Most komolyan, önök közül ki hallott már Wilhelmsburgról? Lefogadom, hogy a legtöbben nem. Nagyon örülök, hogy az ő figyelmüket felhívhatom egy egészen kivételes múzeumra, itt ezen a csepp kis osztrák településen. A Lilien porcelán hajdani gyárában felidézhetjük az 50-es, 60-as évek hangulatát. Ezt a korszakot a színek intenzív használata jellemezte, és ez egyértelmű utalás volt arra, hogy elég volt a sötétségből, a pusztulás feketéjéből és szürkéjéből. Az emberek többet akartak az alapvető szükségleteknél, és ezt az ebédlő asztalon is meg akarták mutatni. Mindenféle stílusban készültek itt étkészletek a gyárban, az egyik legnépszerűbb évtizedeken keresztül az úgynevezett alpesi virág dekor volt. Erről ma is úgy tartják, hogy valami tipikusan osztrák. A Lilien porcelán ikonikus terméke a világszerte ismert Daisy Melange fantázia névre hallgató készlet. Itt látható gyönyörű pasztelszínekben, fantasztikus modern formában. A különböző variánsokat láthatjuk itt. A Daisy gyártása során az egyik legnagyobb probléma az volt, hogy valamiért nem sikerült egész pontosan ugyanolyan színekben utángyártani a sorozatot. Emiatt sok panasz is érkezett. Például, ha egy hatos készletből eltörött egy darab, akkor a pótlás sokszor nem volt pontosan ugyanolyan, mint a többi csésze. Sajátos megoldás született, elkezdtek vegyes színekben teríteni. Így sikerült kiküszöbölni a nem kívánatos árnyalatkülönbségeket. Hogy mennyire időtálló volt ez a forma, jól bizonyítja az a tény, hogy 1959-től egészen 1991-ig gyártották. Ahogy így elnéztem, ez szerintem egy mai modern konyhában is fantasztikusan megállom a helyét. Ez pedig itt már a 60-as évek amerikai álomkonyhája, bugyi rózsaszínnel és bugyikékkel. Tényleg annyira hangulatos helyszín, hogy az ember szeme előtt szinte felvillannak egy korabeli amerikai film-film kockáin. Most tényleg itt vagyunk az Isten háta mögött a Traisen völgyében, egy bizonyos Sankt Egid községben. Azon belül is Szíves Micinél. Herzl Mici a falu igazi nevezetessége, aki mézes kalácsokat készít. Itt látható elég sok belőlük. Egyébként Mici asszony benne van a Guinness rekordok könyvében is, ugyanis eddig ő készítette a legnagyobb mézes kalács szívet, aminek a mérete nem kevesebb, mint 31 négyzetméter. Hát sajnos őt ma nem találtuk itthon, úgyhogy be kell, hogy érjük Heidivel, aki szintén egy nagyon kedves hölgy, egyébként a lánya, és már is megkínált ezzel a rettenetesen finom borlikőrrel.
De ugye mi azért elsősorban mégiscsak a mézes kalácsok miatt vagyunk itt, úgyhogy most meg is próbálom megtanulni, hogy hogyan kell készíteni, hogyan kell díszíteni. A cukormázas zacskót enyhén megnyomva visszük fel a díszítést, így mi. Egyébként Heidi nem csak a kedvünkért csinálja ezt, ez a helynek a specialitása, hogy kifejezetten személyre szabott díszítést lehet kérni a mézes kalács szívekre, úgyhogy bárki, bármilyen alkalomból bárkinek rendelhet egyet. Hát így kaptuk mi ezt, hogy menetrend aus Szent Egid, azaz menetrend Szent Egidből. Szóval ez egy igazán klassz szuvenír, egyébként meg is lehet enni, szóval nem feltétlenül kell kirakni otthon a vitrínbe. Mézes kalács szívecske a mesebeli szépségű Alsó-Ausztriából. Ha erre járnak, szerintem nem találnak kedvesebb ajándékot ennél. Szíves Mici és lánya Heidi természetesen szívesen látják Önöket is. No, mi az, amiről nem volt még szó a mai adásban? Hát persze, hogy a kulináris érdekes. Pedig higgyék el, hogy ide Alsó-Ausztriában bizony azért is érdemes eljönni, hogy jókat együnk. Itt a tartományban több Michelin csillag is van, szóval biztos, hogy tudnak errefelé valamit arról, hogy hogyan kell jókat főzni. Először íme egy kis üdvözlet a konyhából, ami nem más, mint egy kis hagyományos osztrák tepertőkrém házi sütésű kenyérrel. Jó étvágyat! Imádom a nevét, Grüße aus der Küche, azaz üdvözlet a konyhából, ez a leves előtti előétel, az előétel előtti előétel. Vagy zöld fűszeres hableves, egy kis ropogós sajtos tanglival és szárított sonkával. Hát nézzék meg, nem gyönyörű, csodálatosan van tálalva, egyáltalán nem úgy, ahogy az ember azt egy kis hegyvidéki fogadóban várná. Nézzük meg, hogy milyen az íze. Ez olyan, mint egy költené, nem most sajnálhatják, hogy nincsenek itt. És a gasztró bakchanália még ekkor sem ért véget, sőt, még csak ekkor jött a főétel, amit már a férj szolgált fel, tipikus osztrák bőrgatyában. Férfiúi önbizalma nyilván nem engedte, hogy az egész műsort az asszony vigye el. Van közé. Szarvasborjú hátszínfilé hercegnő burgonyával, erdei csiperkeszósszal és párolt római kellel. A házkonyhájára két nagyon fontos jellemzője van. Egyrészt az, hogy Marianne asszony, a főszakács, egészen fantasztikus, és képzeljék, tudását könyvekből szerezte autodidakta módon. Persze saját kreativitását is belevitte a receptekbe azzal, hogy régi hagyományos ételeket értelmezett újra. A másik fontos jellemző pedig az, hogy minden alapanyag innen a szűkebb régióból származik. Bocza parfé forró megybefőttel, rétes tészta ropogósal és tejszínhabbal. A desszert persze nem maradhatott el, még annak ellenére sem, hogy már szinte kidurrantam. Mint az kiderült, annak visszautasítása nem csak illetlenség, de egyenesen bűn lett volna. Nézzék meg, nem csodálatos kényeztetés a szemnek, és kényeztetés az ízlelő bimboknak is. Szóval csak azt akarom mondani, hogy egy alsó-ausztriai nyaralás, hogyha netán fogyókúráznánk, akkor ebbe szinte biztos, hogy bele fog zavarni. Kerékpárosok előnyben, ők ledolgozzák azokat a felesleges kalóriákat.
Önök mit gondolnak, vajon könnyen meg tudom tartani az ideális testsúlyomat ilyen körülmények között? Igen, kitalálták, nem, és azt hiszem, ez nem csoda.